Mondd, most kihívja a mentőt? Jöjj. Na, csáó, itt vagyok a parkolónál. Aha. Hát figyelj, nekem a terasz volt a gondolatom, de nem tudom, szerinted meg fogunk sülni nagyon? Elképzelhető. Nem mindegy, üljünk ki a teraszra, aztán meglátjuk. Jó, kezdjük. Jó, köszönöm, én is már itt vagyok. Jó, szuper, oké. Rendben, köszi, szia.
Komoly szett. Ciao. Szia. 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 Jött már ide valaki? Nem, majd még csak most ültem le, nem mondjam. Figyelj, iszol velem egy boroskát? Te valami nyaralásra jöttél? Tessék? Valami nyaralásra? Nem, mit szólsz? Ez az alapnyári szed? Nagyon komoly. Nagyon komoly. Rékától kaptam. Nagyon komoly. Apák napjára, úgyhogy figyelj, mit hozhatok neked? Figyelj, én egy szóda vagyok esetleg. Szóda? Te mit iszol? Hát én bort. Tényleg? Persze. Egy szódát és egy bort. Szódát is. De amúgy nem vezetsz? Vagy? De vezetek, de hát most egy borra. Most még két deci. Meg a Monparkban megyünk ünnepelni. Aha. A napját a lányokkal, úgyhogy minél akkor de jó. Nincs jó, van, hamutálat láttál valahol? Nézd, itt van! Ezt elviszem. De az mégis nincs izé, mi? Hova? Ugye kuka? Adja? Ó, szép. De, és nincs izé, nincs vendégmunkás, csak izé az meg filipino. Mi a felszolgálók között vagyunk? Ja, igen.
mind a kettő filipino. Tényleg? Nem mondod? Pedig itt eddig magyarok voltak. Mi a helyzet, Evi, mert... Ti jártad a babaúszásra? Nem. Nem? Pedig akartam. Igen. Kezded de... a finom motorikát, meg ezeket. Tudod, jó, ez a nagyon jó. Mi sok mindent nem próbáltunk, ami jó lett volna. Aha. Tehát, tudod, meg az van, hogy nagyon... Nagyon sok mindent mondanak, hogy mi a jó babának, és végül ott vagy, hogy gyakorlatilag minden percben majd más kéne csinálod ahhoz, hogy jót tegyél, nem? Hogy, hogy annyi információ ér, hogy tudod azt megszűrni, hogy ez most csak kitalálták azért, hogy legyen ebből biznisz, tudod? Vagy ennek tényleg van értelmes jelentősége? És fia, ha nem gondolkodsz, csak így jön minden, és mindent elfogadsz, akkor így úgy vagy vele, hogy nincs meg a saját belső hangod. Ez a babaúszás nekünk nagyon bejött. De én most már látom, szerintem a babaúszás az jó. Van egy-kettő dolog, amit én most látok, hogy jó, hogy mi az, amit szerintem jó. Tehát most a következő gyereknél, ha lesz valaha nekem ilyen, akkor már sokkal magabiztosabb. A projekt van tervevéve? Hát most egyedül? Ezt is megoldod. Úgyhogy, figyelj, mi nagyon élvezzük ezt az egészet. Tehát, hogy ez egy ilyen apa-lánya kapcsolat, tök jó az egész. Tehát én nagyon csípem ezt. Tehát én hiszek abban, hogy meg ez a finom motorika, meg tudod, ilyen feladatok vannak, tudod, hogy át kell vinni a izét, át kell vinni a babát, tudod, ilyen játékokat az egyik partról a másikra, közben fel a csobi-csobi, meg a faszok. Meg itt tényleg azért is jó már, hogy a szülő-gyerek kapcsolatot erősíti, ez teljes. Meg nekem jó, meg állandóan az anyjával van, meg mit tudom, úgyhogy ilyen kurva jó a történet. Kézzed el, reggel olyan cukik voltak, reggeli csináltak nekem, apák napja van ma, úgyhogy nekem teljes boldogság az egész történet. Úgyhogy... Hát ennek örülök, akkor te most minden szinten egész jól vagy, nem? Azt kell számítva, hogy sok a meló, nagyon sok a meló, borzasztóan sok a meló. Én szétszem, meg ugye költözködünk, meg ugye a céggel vannak problémák, meg mit tudom én, de azon kívül egyébként most egyébként amit vettem is, hogy amikor jó a családdal, akkor ugye a többivel egy picit, amik hanyatlik. Nem lehet minden, nincs minden. Nem értem, hogy miért, amikor meg... kurva jól megy az üzlet, akkor meg a Rékával veszekszek sokat, mert nem tudom, szóval így, hogy minden fullon menne, és minden szép lenne ilyen mondjuk itt, de ilyen nincs is, ilyen nem is létezik, hogy hosszú távon minden király legyen. Hát én így szerettem, azt hittem, hogy van ilyen. Én is egy időben azt hittem, hogy ezek a dolgok tudnak kurva jól működni. De hogy egyszer így beállítod, és akkor minden, csak ugye számolni kell az, hogy minden változik. Még kell elromlania, vagy elrontódnia valaminek, vagy nem tudom, szóval ezekre így kurva sokszor keresem a választ. Mert tanulnunk kell a hibákból, meg a nehézségekből. Igen, azt tudom, hogy kell tanulni, csak hogy faszom, már az 50 éves voltam, nem is kellem ennyit tanulni, tehát hogy már így élni szeretnék. Boldognak lenni. Egész élettel telinek tűnsz. Tessék? Egész élettel telinek tűnsz. Igen. Úgyhogy szerencsések ebből a szempontból. Evike, mi a stársz? Kiírtám a napokban. Tessék? Kiírtám a napokban. Mit írtam a napokban? Ferenci Andi. Most sokan amúgy rám írtak, ugye, amióta a szakítás ja, volt. Ja, kiírt rám. Aha, kiírt rám Andi. Az szabadlábon van? Andi? Igen. Hát én kétszer is láttam így elfutóban gyerekeivel valahol. Igen, borzasztóan megváltozott. Nem tudom, nézted, hogy ilyen irgalmatlanul elrondult a feje, vagy ilyen az meg nem. Tehát, hogy amikor én jártam vele, akkor ilyen nagyon-nagyon-nagyon, de akkor se volt már szép, nem tudom, ilyen nagyon nagy baszás volt, tehát hogy irgalmatlan. Nekem, hát elhiszem, egy őrült. Nekem a top 2-ben van, vagy top 3-ban van. Egy őrült nő, az abszolút. Biztos. Nekem a top 3-ban van, úgyhogy ezt soha nem fogom letagadni, soha, úgyhogy életem egyik. Most néztem vissza ilyen korábbi üzeneteket vele, pár évvel ezelőtt, hogy neked volt egy csajod, aki engem... Facebookon bejelölt ismerősnek, meg őt is. Neked képzeld, volt egy csajod, és én nem emlékszem rá, de a beszélgetésből ezt láttam, hogy Zandi rám írt, hogy a Henriknek még mindig van az a csaja, és hogy mit lehet róla tudni. És nem tudom, hogy én honnan ismertem a te akkori csajodat, de volt egy ilyen beszélgetés, hogy hát az történt, hogy te még ezzel a csaja voltál, és az Andinál aludtál kétszer is, és onnantól kezdve az Andi kapott ilyen, hívogatták őt, de nem szóltak bele a telefonba. És hogy arra gyanakodott, hogy... De ez tizenvalány éve volt. Nem tudom, hogy hát ami több évvel ezelőtt. Hát ez biztosan most. De 12 éve ők a Rékával. De tudod, ez tökre kiesett, hogy ez ilyen beszélgetések voltak. És hogy én a te csajodat ismertem, és hogy az Andi
tőlem próbált információt szerezni vele kapcsolatban. De ez hogy? Mondtam, hogy biztos valakik szórakoznak, hogy engedje el, tehát hogy ez volt a vége a sztorinak. De édesanyád az egyben volt, vagy ők egy dolgoztak együtt, nem? Ja, ők jóban voltak egy időben nagyon. Igen. De várjál, én hoztam őket össze, vagy szerintem igen. Vagy ugye? Nem, várjál? Vagy én ezen gondolkodtam. Vagy tőled függetlenül valahol össze de engem futottak, az Andi lehúzott. Akkor... Engem az Andi lehúzott. Tudsz róla? Hát ilyen elég materiális, ilyen racionális olyanak tűnik, aki ott... Mondom, engem lehúzott. De hol? Hát? 5 millióval. 5 millióval. Igen. Engem lehúzott 5 millióval. Hárommal meg kell... Nem. Azt mondja, de hogy lehúzod? Hát úgy, hogy azt mondta nekem, hogyha befizetek neki 2 millió forintot, akkor volt az a visszanemtérítendő. Ja, de... Aha, igen, az, igen. Az a, tudod, hogy a pályázaton tudok nyerni, tudod. Úgyhogy én befizettem egyszer a 3 cégemmel, egyszer 2 milliót, egyszer 2 milliót. Thank you so much. Thank you. So, 2 white wine. 2 white wine, yes, please? Yes. And 2 Pepsi Max. Yes, thank you, and one... Sparkling water. Yes, please. Kicsit rendeltem, nem baj? Ne, teljesen jó. Teljesen. Vagy kérsz nagyot hozzá? Nem, nem is kérsz. Köszönöm. So, thank you, thank you. Azt hiszem, te ilyen healthy lifestyle-t nyomsz. Az mit jelent? Hát, hogy nem a kóla-bor kombó. Egészségünkre. Isten, na, és akkor szándékosan lehúzott? Vagy mi? Lehúzott, de aha. Szándékosan? Vagy valamit elbaszott, és ne. Ő azt ellapított, vagy mi volt? Szerintem tudta, hogy úgyse fogja megcsinálni. Az volt a lényeg, hát. Hogy 2 millió forintot kellett adnom az üzletnek az előlegéért, utána 15 milliót kellett volna adnom az üzletért, és ezért cserébe 45 milliót kaptam volna vissza, mert hogy ilyen visszanemtérítendő, ilyen targonca beszerzés, vagy a faszom tőle, nem tudom, kurva anyád, azért mindegy 5 millióra lehúzott, és a barátaimat is további 5-re. Tehát a jó, de ezt a jó biznisznek látta, nem? És aztán mi eltűnt? Hát ebből szedte meg már. Ebből neki ügyészségi megnyomozott. Ebből szedte meg magát. Nincs pénze? Hát korábban, neki korábban is volt pénze, nem? De nekem nem azért... tudom, neki csak ilyen, tehát amit én láttam belőle, az nem volt súrom, amikor megismertem. De most láttad, hogy mennyire kibaszott? Ja, ami meccs van. De láttad, mennyire megrondult? Rohadt ronda lett, nem? Rohadt ronda lett. Kibaszott ronda lett. Ilyen sztor. Borzasztó. De hát, na hát. Evikém, mi a srác? Hallok mindent. Végig mondod, hogy össze-vissza hallok mindent. Én felét nem bírom elvinni, felét elhiszem. Hogy állunk, mert a Péter mondta, hogy jöjjek és beszéljünk át mindent. Beszéljünk át mindent? Figyelj, nekem egyetlen kérésem van. Nekem korábban egyetlen kérésem volt, hogy legyetek velem őszinték, és ne nézzetek vének, és hogy ha bármilyen konfliktus van, azt tudjuk megbeszélni korrekt módon. Lehet, hogy hibáztam, sőt, biztos vagyok benne, hogy voltak helyzetek, amiket hibásan kezeltem. Viszont abban biztos vagyok, hogy az, amiért én küzdöttem, az amiért én ebben az egészben aktívan szerepet vállaltam, az, amiért több embert is behoztam ide, azt egy jó cél érdekében tettem. Egy vízióval a fejemben, egy olyan meggyőződéssel, ami szerintem teljesen megállja a helyét. Az, hogy a Péterrel szemben nem... Tehát, hogy... Szerintem ezt te is látod már, és tudod, hogy a Péterrel nem lehet bizonyos dolgokat normálisan megbeszélni. Vagy egy olyan embernek kell ahhoz lenned, aki elképesztően stabil meggyőződéssel van valami rend, és nagyon és tapasztalt, és nagyon erős karakter. De várj, és te melyik nem vagy te? Hát figyelj, az, amit Péter velem többen csinált... Stabil vagy? Figyelj, nem voltam igazán stabil olyan szempontból, hogy... És ezt tudta, bocsánat, hogy én akkor kezdtem bele egy projektbe,
mihez kerestem tőkét. És volt egy minimális pénz, amit bele tudtam volna fektetni. Voltak emberek, akiket felkerestem, akikkel elkezdtem együtt dolgozni, tervezni a kollekciót. Tehát elkezdtem dolgozni. De mi lett volna ez a projekt? A kollekciókon. Ez egy home decor cuccok tervezése és gyártása. Amit édesanyád is csinál? Nem, totálisan más. Tehát én anyuval megszakítottam a munkakapcsolatot. Tényleg? Anyuval nem dolgoztam együtt, mert nem volt jó meccs. Ő mindig ment előre, mint egy faltörőkonsa, még mindig az voltam, én már túl elméleti voltam, hogy gyere, üljünk le, beszéljük át, tervezzük meg. Én szeretek egyébként szisztematikusan dolgozni, tehát hogyha bennem van egy chill, és van mondjuk egy ember mellettem, akiben tudom, hogy megbízhatok, és akivel tök jól tudok együtt működni, akkor én azt mondom, hogy tök jól tudok funkcionálni. Nem volt meg, kurvára nem volt meg. Akkor csak ez... Olyan szinten, olyan megalázó módon beszélt velem, elképesztően tiszteletlenül bánt velem, nem volt velem őszinte, és ez folyamatosan eszkalálódott, csak közben meg volt egy rövid idő. Én azt láttam, amennyit az elején én még láttam, hogy ti szeretitek egymást. Ti szeretitek egymást. Elmondom, én adtam neki... Ő biztos, hogy szeretett téged, mert mondta. És te is szeretted. Figyelj, most az, hogy valaki szeret valakit, az egy dolog. Az, hogy bánik a másikkal, ez pedig egy másik dolog. Péternek elképesztően alacsony önbizalma volt, és nem megfelelően értékelése, Péternek. Nem látja magát megfelelően, ezért nem látja a környezetét sem megfelelően, és én úgy álltam be mellé februárban, a Partizán interjú után, hogy azt éreztem, hogy neki kelleni fog egy támogatás, egy lelki támaszt, tudtam, hogy ő még mindig engem szeret, és azt is tudtam, hogy ez egy olyan flow, amit nem szabad elbaszni, mert ez egy tök jó irány, én úgy váltam el tőle, ő háromszor szakítottam vele, és az utolsó szakítás után megkérte a kezemet, amire nemet mondtam. És azt kérdezte, hogy mit tehet annak érdekében, hogy mégis megfontolóra vegyem, hogy mégis valaha én igent mondjak neki. És az van, tehát mi 12-13 éve ismerjük egymást. Nekem akkor voltak szimpatikus dolgai, meg egyébként tetszett, egészségünkre. És amikor elkezdtünk randizni, akkor egy 2-3 hétig masszívan előadott nekem valamit, Oscar-díjas szereplés volt egyébként. Én elmondtam neki tök őszintén, hogy az elmúlt 3-4 évem az, amióta elköltöztem a gyerek apjától, a kényelemből, a gazdagságból, a stabilitásból, elfogadásból, hogy hogy alakult az elmúlt 3-4 évem, miért tartom egyébként ma is jó döntésnek ezt, amit meghoztam akkor. Az én részemre azt gondolom, hogy egy nagyon bátor és vakmerő döntés volt, viszont tudom most már, ma már tudom, hogy ezt miért hoztam, meg tudom, hogy ennek mit nyertem, mit kaptam ebből, rengeteget tanultam, és teljesen más ember vagyok most, mint 4 éve voltam, vagy 3, vagy 2 éve. És mi lett vége annak a Porsche, és igaz? Mert így azt hiszem, te mondtad nekem a Porsche. Nem tudom, másképp a nevét, ne haragudj. Ja, Szabolcs. Okay. És ő velem élet vége, ha ennyire jó volt meg? Mert ő teljesen más filmben volt, és én pedig nagyon éreztem, hogy valamit szeretnék, és azt éreztem, hogy ezt mellette nem tudom megtenni. Tehát nagyon sok mindenben máshogy álltunk a dolgokhoz. Idősebb volt tőled? Nem, 11 évvel idősebb volt. 11 évvel idősebb? Aha. Peti is 8 évvel idősebb nálam. Aha, meg nagyon fiatalos vagyok. És éretlen sok szempontból, azt gondolom. Azt nem tudom. De azért, mert biztos te is láttad meg, hát te, amiket megfogalmaztál az elején, amikor mi találkoztunk újra, akkor te megfogalmaztál bizonyos dolgokat vele kapcsolatban, és azzal is egyébként bennem erősítetted azt az érzést, hogy ez így kurvára nem oké. És azt éreztem, hogy így napról napra fogyok el, így emészti fel az energiámat ez a kettőnk kapcsolata, és közben, tehát nekem nem az volt egyáltalán a bajom, hogy jönnek újságírók, meg stressz van, meg munka van, meg pörgés van hajtás, tehát én ezeket egyébként egész jól bírom akkor, ha nincs valaki mellettem, aki folyamatosan szívja le az erőmet. És ő ezt csinálta. Akarva akaratlanul. Mert tiszteletlen volt, mert kaotikus volt. De ezt megbeszélted vele, vagy bármikor is? Nem lehet vele ezekről beszélni. De hogy nem lehet? Tehát leülök vele szemben, és azt mondom, hogy figyelj, szeretnék veled beszélni a jelenlegi helyzetünkről, mert mondok neki valamit. Tehát van egy állítás, amit ugye én megfogalmazok, hogy én így érzem magam, vagy ez a helyzet. Vagy azt mondom, hogy figyelj, volt egy ilyen folyamat, ennek a folyamatnak ez a következménye, ami most van. És akkor azt mondja, nem volt ilyen.
nem volt ilyen. Hát mondom, figyelj, oké, okay. És akkor így próbálom, és van egy pont, ahol azt érzem, hogy így veszed fel, szóval tök feleslegesen beszélek én vele őszintén, hogyha ő nem tudom, nem képes ebben a mederben lenni. Tehát, hogyha egy kicsit is hibáztatva érzi magát, akkor azonnal hárít, és akkor inkább mond olyat, hogy ez ugye nincs is, mint hogy megkérdezze, mit tudom, miért érezted így magad, vagy mit tudnak tenni annak érdekében, hogy. És lehet azt mondani, hogy nyomás volt rajta, és nyomás volt rajtam is. Csomó mindenki nyomás volt, de attól még valamennyire megpróbál embernek maradni, és hogyha hibázott és elkövetett hibát, alszik rá egyet, és akkor azt mondja, hogy figyelj, sorry. Tehát nekem az kurvára nem fér bele, hogy én mindent megteszek azért, hogy mögötte ez az egész épüljön, és hogy ne essen szét. Figyelj, két héten keresztül. Oké, hogy... Partizán akció. De szóval, hogy... De Harry, oké, hogy róla szól. Bocsak, hogy tényleg róla szól. Tehát, hogy ha tudtuk, mert tudtuk. Tehát, hogy te tudtad, melyik vonatra ősz fel. Én is tudtam, melyik. Tehát, hogy vannak... Tehát ő maga a. Tehát ő maga a. Figyelj, Erik, én azt láttam, hogy tehát, hogy ő csinálta meg, figyelj, ezt az egészet, és mi erre a vonatra véletlenszerűen ő borított egy bilit, szaros lett a padló, érted? És azon csúszkált. Tudod, mit csinált? Ügyvédekhez rohangált, hogy a segéd bevédje. Partizán interjú, Telex interjú, és közte ügyvédekhez rohangált. És én láttam a flót, ő akkor még nem is érezte, hogy mekkora támogatottsága van, és nem csinált semmit. És nekem az volt az elképzelésem, hogy neki most szüksége van egy lelki támaszra. És megadtad valakire, neki? És ezt próbáltam neki megadni. Vagy megadtad? Próbáltam megadni, mert közben szlószart se csinált. Kopogtattam a vállát, hogy figyelj, nem értek hozzá, de nem kéne a háttérben elkezdeni dolgozni érdemben? Nem kéne. És akkor így be volt feszülve, egy értelmes szó nem hagyta el a száját, mert annyira arra fókuszált, hogy amikor ő beül mondjuk egy interjúra, akkor ugye hogyan fogja magát előadni. Tehát annyira nem, egyszerűen nem, mert tehát ő a szűk környezetében nem tud rendet tartani. Ő az, aki kurvára nem tud szisztémában gondolkodni, rengeteg félelem, paranoia hajtja, és nem véletlen az, de hogy az egész csapat mindig tüzet olt, mert ez az ember nem tud leülni három nagy levegőt venni, és azt mondani, hogy tak, 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 és tényleg meggyőződésből, nagy levegőből, így kell fel, tikkes, így, nézi a telefonját, és tavaly is, tehát hogy mondhatjuk, hogy nyomás, meg nem tudom mi ide vagy oda, tavaly is ez volt, hogy hirtelen felkelt, és egy ilyen bazi nagy nyomás van rajta, remeg a keze alapból, tehát van egy olyan alap probléma, nehézség benne, amit én tudtam. És én arra gondoltam, hogy fogom tudni ezt, tehát én a vállást is végigasszisztáltam. Próbáltam én azt gondolom, hogy beletettem azt, amiért ő el tudott úgy menni a bíróságra, hogy volt egy tárgyalás, felolvasta a kis levelét, elsírta magát a bírónő, elsírta magát a Judit, aztán elmentek egy búcsú koktélra, megölelték egymást, és hello. És ezt egyébként olyan napok előzték meg, amikor így kurva anyázott, hogy Judit mekkora egy fasz, és én meg úgy vagyok vele, én nem vinném soha a bíróságra a kapcsolatomat, érted meg a csodat. Szóval szerintem ez egy olyan dolog, hogy elkezdem a szennyest kiteregetni, érted, ez egy ilyen végeláthatatlan folyamat. Szerintem az, hogy a gyerekeket tudod, oda beülteted, na, szóval ez sehogy se jó szerintem. Tehát, de az ember nem, valami... de és én a Judit oldalára, miért kellett a Pétert így, miért nem lehetett a Pétert, nem tudom, szóval... Figyelj, szerintem a Péternek nagyon sok volt a rovásán a Judit számára, tehát Judit lehet, hogy tudott tisztán gondolkodni, meg be volt hálózva. Én őszintén szólva sok szempontból megértem a Juditot, és a Péter is megértette, csak ma már nyilván nem ezt kommunikálja. Tehát a Péter elmondta, hogy jó, hát ez mind az én hibám, hogy meg mennyire szarapa voltam. Tehát volt egy pont, ahol ő így összeesett, és akkor elkezdte látni azt, hogy ő mennyi rosszat tette be bele, hogy mennyire őrült volt, hogy ő mindig valamit keresett, amit nem lehetett elérni, folyamatosan frusztrált volt, bántó volt, beszólogatott mindenkinek, tehát hogy ő ezt elkezdte látni. És akkor én meg akkor nem azt mondtam neki, hogy alapvetően fasz vagy, hanem azt mondtam, hogy igen, mindenki hibázik, de mindenki változik, és mindenki tud fejlődni. Az a kérdés, hogy van-e törekvésed, tehát szeretnél-e fejlődni, szeretnéd egyébként empátiával látni a másik oldalát, vagy nem. És ha te ami úgy döntesz, hogy igen, követtem el hibákat, de megfejlődöm ezeket, akkor nincs baj, érted? Akkor volt a múlt, van a jelen, és a jövőben még bármi lehet. És én azt gondoltam, hogy, és azt gondolom, hogy
hogy tényleg ilyen szempontból sokat adtam neki, azért is adtam ezt neki, mert láttam benne a potenciált, láttam benne egy ilyen megtört, törékeny gyereket, aki folyamatosan, tudod, nem tud megmaradni, fel kell reggel, látom, hogy nem találja a helyét, és én ebben próbáltam őt segíteni, viszont közben annyira szurkálódó és bántó volt, miközben tudod, azért én is kerestem a saját nyugalmamat, tehát azért nem vagyok én, tudod, én nem érkeztem meg, úgyhogy hogy azt mondjam, hogy én most bármikor bármit megtehetek, totálisan önálló vagyok, én is látom a saját nehézségeimet, én is tudom, hogy milyen úton vagyok, tudom, hogy mit kell megfejlődni, tudom, hogy az elmúlt évek nem arról szóltak, hogy én stabilizálom magam anyagilag, hanem arról szóltak, hogy tanulok, és hogy megengedek magamnak hibákat elkövetni. Eddig hány éves vagy, bocsánat? 34. 34. És akkor én úgy hagytam őt ott három évvel, vagy tavaly, ugye a harmadik szakítás után azt éreztem, hogy... Az volt az első? A tavaly volt az első? Hogy tavaly háromszor, tehát hogy ilyen tavaly háromszor. Annyira intenzív volt. Szóval nagyon kemény volt. És lehet, hogy volt már, tudod, olyan szituáció, amikor már úgy adtam neki esélyt, meg ennek az egésznek, hogy valójában már nem akartam esélyt adni, mert úgy éreztem, hogy a harmadik alkalom már az volt bennem, hogy ez nem normális, ez a csávó, hogy ez, amiket ő megenged magának velem szemben, vagy bárkivel szemben, az nagyon sok. Így hiperventilál, kiborul a semmin, olyan stílusban beszél, hogy az valami, mint hogyha megverne fizikálisan, az az érzésem. Viszont a harmadik alkalom azt mondta, hogy jó, figyelj, Evi, a vállalkozásod elindításában segítek, tessék, ezt a tőkét beleteszem. Tehát, hogy soha nem volt semmi köztetek, nem? De én azt nem bírom, én nem bírom róla elképzelni, hogy... Hát róla, te se róla se, hogy ezt... Hozzád nyúlt a Péter. Hát ennek vannak árnyalatai, hogy mit jelent az, hogy te a fizikai erőfölényedet kihasználod. Konkrétan szerintem soha nem bántott, fizikálisan bántott téged. De hogy is mondjam, ez egy olyan része egyébként, tehát nekem ez sokkal kisebb ez a része, mint az, hogy ő hogyan viselkedik, és hogy nem gondolja át, és hogy másnak nem mondja azt, hogy sorry. Hogy nekem sokkal zavaróbb volt az, hogy egy ilyen óriási káoszban van, és nem úgy köszön nekem, amikor otthon érted, ott teszek, veszek, vacsorát főzök, nem tudom, megérkezik, és nem azt mondja, hogy szia, drágám. Úgyhogy mindent, tehát az elmúlt, az megelőző hetek, az nekem csak arról szóltak, hogy mindenkit felkeresek, elmondom, hogy Péter, hogy gyere, segíts, gyereket, semmit nem kímélve, érted, tolom, és akkor megérkezik, és nem néz így a szemembe, hogy szia, drágám, hogy vagy, semmi, hanem így látom, hogy egy ilyen káosz a csávon, és akkor próbálok neki segíteni, és minél jobban próbálok segíteni, annál inkább én kapom azt a sok szart, tudod, ami benne felgyülemlett, és azt éreztem, hogy ez így, tehát, hogy bármennyit tehetek érte, ez így kurvára nem fog működni. És akkor nyilván ugye az, hogy jöttél te, elmondtad, hogy te hogy látod ezt az egészet, bennem megerősített, hogy ez nem komplett. Jött a Márk, láttam, hogy ő hogy kezel helyzeteket, hogy vele hogy tudok kommunikálni, konfliktus vagy bármit megoldani, és így azt láttam, hogy ég és föld. Elkezdtem a Dezsővel is így szorosabban így együtt létezni, meg dolgozni, és azt látom, hogy vannak ezek normális emberek. Látják, érted, hogy merre van az előre, tudnak szisztémában működni. Most az, hogy a Péternek vannak jó skilljei, amiket most használ. Illetve a Péter egy olyan szerencsés helyzetben van, hogy úgy akar egy rendszert megdönteni, hogy a rendszerből érkezett, egy olyan szituációban, ahol nagyon sok ember már károsodott. Tehát nagyon sok embert megkárosított már ez a rendszer, és te elkezdték elereszteni a gyeplőt, és már ilyen őrület van. És az is, aki egyébként vállalkozó és sikeres, azt azért basszák meg, aki meg még nulláról próbál érkezni, azt meg azért basszák meg, aki, tehát, hogy nagyon károsító a rendszer most már, és ennek sokkal károsultja, mert hogyha valakinek az anyját baszták szét, vagy a gyerekeit, vagy nem tudom, az mind ugye saját bőrén is érzi ezt.
És egy ilyen szituációban jön ki valaki a rendszerből. Ez lehetett volna Kis Jóska is, ha elmond pár dolgot, amit hitelesen ad át emiatt, akkor ő a sztár, érted? Én azt gondolom, hogy a Péter nem akkora sztár, mint amekkorának most gondolja magát, meg mint amekkorának ez a csapat most látja. Én, amikor beálltam mellé, én azért is tettem ezt, mert azt láttam, hogy ebben van potenciál, ezzel lehetne valamit kezdeni. Nekem vannak jó elképzeléseim arról, hogy hogy lehetne egy jó rendszert felépíteni. Azt ugye, erről nem tudtunk egyébként vele mostanában, tehát idén érdemben beszélni. Szerintem senki nem tudná így csinálni, ez most így... De figyelj, szóval most... De senki... Elfogadok minden kritikát, mint amin. Én azt gondolom, hogy... Szerintem meg tudná. Én nem álltam volna ennyire be mögé, vagy nem. Szóval én nagyon-nagyon okosnak tartom a Palit. Szóval figyelj, Orbán is okos. Tessék? Orbán is okos. Igen, én őt is okosnak tartom. És akkor ez jelenti azt, hogy egyébként az országnak jó vezetője lehetne? Én kibaszottul látom benne a miniszterelnököt. Én már nem. Te már nem látod. Én látom benne. Hát főleg, tehát hogy... Én az Orbán figyelj, is, tehát, figyelj, hogy nehogy... Miniszter, nehogy... Tehát, hogy egy országot egy olyan ember vezessen, mert könyörgöm, aki a szűk környezetében tud rendet rakni legalább. És hogyha oda jön a nője, aki 2-3 hónapig támogatta, és lehet, hogy voltak konfliktusok, meg nehézség, de nekem is meg volt. Hogy úgy érzed, hogy a szűk környezetet ő így nem kezeli, vagy nem jól csinálja? Rosszul kezeli. Hát rosszul. Az, hogy bejön, érted, mint egy tinédzser mint az irodába, és akkor azért, hogy másoknak szimpatikus legyen, elkezd ilyen gagyi macsó dumákat tolni, mint öcsémék, a sportoló öcsémék mondjuk én 15 évesen toltak, érted? De, és ott kinőtték 15-6 évesen. Azt hozza ez a 40 pluszos emberbe, és akkor mondjuk elkezdi kritizálni a ruhámot, hogy pár órákat alszom, érted, a gyereket rángatom jobbra-balra, nem vittem edzésre, és lehet tudod, hogy ez az én felelősségem, de hülye vagy ebbiért, miért álltál ennyire ebbe bele? Én akkor tényleg hittem abban, hogy nekem rám most szükség van, és lehet, hogy később nem lesz, de ahhoz, hogy a Péter ne érezze magát egyedül, ahhoz, hogy itt legyenek jó emberek, akikkel együtt fog tudni a jövőben jól dolgozni, ahhoz de most... megvannak. Kurva jó emberek vannak. Na, szuper, kurva tök jó. Látod? Tök jó. Én tökre szerintem örülök neki, hogy jó rohadt emberek vannak. Én, amit most látok, az az, hogy az történt, hogy ő ellehetetlenített a szervezet működésétől, mondván, hogy a párt működése és a magánélet vegyítése az nem egészséges. És ezt úgy tette, hogy először szólt nektek, hogy bizonyos információkat ne osztatok meg valam, meg elkezdett így a háttérben így trükközni, tenni, venni. Amikor próbáltam vele erről beszélni, akkor vetített, meg bedobta ezt az egészségtelent. És egy idő után azt éreztem, hogy kurvára nincs ebben helyem, egyébként meg kapacitásom, és már lassan energiám sincsen. Várjál, és akkor egészségtelen, de amikor meglátott, akkor azonnal osztotta nekem az operatív feladatokat, hiperventilált, hogy mi szar, szarozta az embereket, elmondta, hogy senkiben sem bízik. Az Anita irritálja, benned kurvára nem bízik meg, a Dezsőben sem, igen. Benned egyáltalán nem bízik meg, a Dezsőben sem bízik meg. Bennem sem bízik meg. És nem mondom, ezek az utolsó, tehát most lehet, érted, az utáltad 2-3 hét. Én bízom benne, hogy bízik, mert ha nem bízik meg senkiben, akkor kurvára össze fog esni az idegrendszere. De a Dezsőben sem, Anitába sem. Márkba? Márkban kezdett el megbízni, 2 hónap után körülbelül. És... Márkot te hoztad? Márkot az Ervin. Igen. Akit az András, akit én. Az András volt az első, akit behoztam. A Gál András. Az kicsoda? Ügyvéd, aki gyermekvédelemmel foglalkozik. Ez az ő specialitása. A vízilabdázott apámnak volt csapattársa. És emlékszem, hogy Mollimóval álltam, hogy még gyereket vittem valahol, és akkor Mollimóval még este 8-kor elmentem a Mamuthoz. Miközben a gyerek a Mollimóban iPad-ezett, hogy az a Mollimó, az micsoda, az egy ilyen ilyen bérelt autó, érted, hogy ezt így beletettem, hogy elmentem, Mollimó. Tudom, mit értettem? Mollimó. Mi az, mondom, miről marad? Ki ez a Mollimó? Ki ez a Mollimó? Igen. Nem, tehát, hogy tudod, hogy ezt az effortot, szóval csomó ilyen effortot beletettem, amiután annyit vártam volna, hogy leül velem szemben, és azt mondja, hogy figyelj. Soha nem hibáztál? No, az elején így kezdtem, hogy hibáztam. De hogy kezeltem rosszul. De nem, figyelj, de ez durva. Én egy-két dologban részt vettem, mit tudom én, amikor
fönt voltunk ott, amikor a Puzsérék volt ott, akkor is, hogy nem tudom, szóval, hogy te ennél ilyen sokkal megfontoltabb lány vagy, vagy nem tudom, szóval, hogy így ide is egy kicsit mondtál, oda is mondtál egy kicsit, amoda is mondtál, ezt is lecsekkol, azt is lecsekkol, tehát hogy miért nem az volt a feladatod, hogy Péter mellett állj. És de figyelj, amikor én nekem a Márk azt mondta, hogy akkor Dezső... nem vagy itt. Akkor nincs itt a Márk. Akkor nincs itt a Dezső. Akkor nincs itt a Szilva. Akkor senki sincs itt. Ha én nem azt csinálom, amit csináltam. Most már én akkor beszélek, amikor már elindult a rendszer, bocs. Jó, ezt értem, amit mond, ez szerintem kurva nagy dolog, szerintem. Szerintem annyit érdemeltem, hogy figyelj, Evi, köszi az eddigi munkádat. Most azt látom, hogy a szervezet egész jól összeállt. És akkor arra gondoltam, hogy gyere, beszéljük meg, hogy neked, hogy te miben vagy. Én szeretném azt, hogyha te elkísérnél engem az országjárásra, mert az nekem sokat számítana. De ezt akarta. Nem mondott, nem kommunikált. A kérem, tudom, a köszönöm és a bocsánat nincs. Leszarom. Legyen már felnőtt ember annyira az, aki országot akar vezetni, hogy a saját csajának normálisan, értelmes ember módjára kommunikálni tud dolgokat. Én figyelj, ezt konkrétan tudom, hogy ő ezt rohadtul akarta. De nekem tudod, mit mondod? Hát ez az országjárás, ez hogy igazából jöhetnél, de annyira nem fontos, meg hát ez tök nagy szívás, meg ezért nem tud normálisan beszélni, érted? Tudod, miért nem? Patetikusan tudod, kiáll, nem? Szerintem azért, és beszédet mond. Aggódott a gyereked miatt. De figyelj, aggódott, nehogy az legyen, hogy nehogy elgyere a gyerek mellől, Herik, vagy valami. De közben emlékszem, hányszor mondtad, meg, menjél le hozzá. De is úgy de is volt, össze, hogy vissza le. Aztán nem jöttél le. Mert lakást kerestem, amiben úgy volt, hogy segítesz. Igen, azt majd elmondom. De igazán most őszintén szólva én látom az én tiszteletem az én helyzetemet, látom de azt, hogy... mindened meg volt, tehát hogy én nem semmim értettem. Semmim nem de volt minden, meg, Henrik. Az egyes számú embernek a szerelme voltál. Miről beszélgetünk? Ez nem minden, Henrik. Hát ez minden. Szétalázott, bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat, mindenki új emberek előtt. Elkezdte fikázni, hogy én milyen, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz. Elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni, ja, biztos most is később jöttem. És elkezdett így belém állni, úgyhogy már a többiek, és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok. Elkezdett így taposni páros lábbal. És én fiúk közt nőttem fel, kurvára vissza tudtam volna neki szólni, hogy Petikém, jó? De pont az volt a lényeg, hogy azok előtt, az emberek előtt, akik ott voltak az irodában, a Péternek legyen egy tiszteletteljes kiállása. Itt most megállhatunk egy pillanatra, engem kurvára érdekel. Nem tudom, hogy így volt, de nem így volt. Nem tudom, Evi. Úgyhogy tudod, hogy én mennyire csiplek. Úgyhogy nagyon szépen kérlek, hogy ezt nehogy izé. Én meg azt hallottam, tehát ezt így elmondtad, elfogadom. Akkor arra ad nekem választ, hogy Egerbe, vagy nem? Debrecenbe. Mit csináltam? Mindent tudok. Mit csináltam Debrecenben? Én ott csalódtam benne. Mit csináltam Debrecenben? Egy Bogi nevezetű lánynak olyan csúnya dolgokat mondtál, amit mindenki hallott, de a Bogi mindenkinek elmesélt a városban. Becsicsentettél? Becsicsentettem, én kurva szarú voltam. Azt mondta Péter, hogy... Jó, csak igen, ezt. Igen. Ott hibáztam. Egyetlen egyet szeretném megkérdezni. Tudod, hogy én nagyon-nagyon figyelek rá. Tudod, nekem ez nagyon fontos. Nekem, én borzasztóan tisztelem a Fogel családot. De erre légyszeres válaszoljál nekem, ez nekem borzasztó fontos, hogy én ezt csak hallottam. Hogy ez igaz, amit te a Boginak elmondtál? Elmondom, hogy mit mondtam akkor a Boginak. Nem, mert látom, hogy itt mászkálnak emberek, és néznek idefele. De akkor de szólj már. De nem ilyen ázsiai formán. De szólj már itt, ha valaki de elmondta. Nem, ilyen ázsiai formán. Vendégek. De bocsánat. A Debrecen az úgy nézett és ki, tudod, hogy mire mi Debrecenbe nem is érdekel, hogy én mit hallottam? Elmondom, hogy én mit mondtam, és akkor összeegyezteted. Mert a Boginak nagyon csúnyát mondtam, a Boginak azt mondtam, hogy utálom a Pétert, és hogy kurvára elegem van belőle, és egy narcisztikus pöcs. Ezt elmondtam, mert olyan és szinten... És meg fogod fenyegetni. Még ezt nem mondtam, szerintem, de... De azt mondtam. Azt mondta a Bogi, hogy ezt mondtam? Igen. És hogy fogod őt zsarolni. Ilyet nem mondtam. Ezt mondta, a Bogi ezt mondta. Én azóta félre raktam. Majd elmesélem neked, hogy a testőrökkel mics meg mennyi problémám van a Bogival. Te tudod, hogy hát de most már nincs Bogi, nem? De tudod, mennyi problémát okoz? Hallottam a Dezsőt, hogy mennyi problémát okoz, micsoda, de... borzasztó.
Evi, nagyon sokat. Hát az, szerintem sok minden, látom, hogy egy őrült. Amikor bejöttél hajóra hajnalba, vagy éjszaka, vagy nem tudom mikor jött meg. Vagy egykor, vagy 11-kor, nem 11-kor jött. Láttam, hogy ott a színpadon vagy ott valamit csinált. Micsoda, tudod miket csinál? És abból adódik, elmondom neked, a Rolanda testőrök, mert mindenkivel átbeszéltük az egészet, mert ezért én vagyok a felelős, elmondom neked, hogy borzasztó, tehát ezzel, amikor Debrecenben ezeket mondtad neki, ebben ő úgy megerősödött. Nem erről. Az, hogy neki volt egy ilyen információ a kezében, és onnantól kezdve, hogy rosszul lett kezelve, ezt az információt kezdte el felhasználni, amit amúgy kiszínezett ezek szerint. De nem kicsit. Fél, nekem annyi kellemetlenséget okozott, Erik, sajnálom, tényleg sajnálom. Nem, én nem bírom elhinni. Tényleg sajnálom, tudod, mi volt Debrecenben? Beültünk az autóba, tehát ott indult az egész, hogy milyen vagyok? Hogy kiborultam, hogy totálisan kisemizett a Péter a viselkedésével? Ezt nem bírod elhinni? Mert én kurvára elbírom hinni. Ha Péter egy fokkal lett volna kulturáltabb, korrektebb, vagy bármi, vagy azt mondja, Evi, akkor ne gyere, nem. Evikének ott kell lennie Debrecenben. Evi mindent beletesz, Evi kussoljon közben, de Evi ne nyilatkozzon, de Evike, és úgy rángatod bazd meg, ahogy akart. Olyan szinten kiborultam. A Bliknél, amikor elmondtad, hogy külföldi ízével. Tudod, mi volt? Miközben te patent vagy. Szerinted miért? Szétdolgoztuk magunkat. A Peti annyit nem mondott el nekem előzőleg, hogy figyelj, a Blik végig fog minket kísérni. Bazd meg! Reggeltől ott lesz készül. Annyit sem mondott. Hát a Blikket te tudtad? Nem tudtam, utolsó pillanatban. Tudod, a Marci mondta, hogy tudtad. Utolsó pillanatban, reggel azt mondta. Amikor reggel bejöttetek a térre, a sarkon, már akkor is tudtál róla. Hát igen, de akkor, figyelj, kurva keveset aludtunk, kurva sokat dolgoztam, ott voltunk, ott még előző nap az meg hajnalig írtuk a beszédet, ott is egyébként csomó issú volt, tehát én akkor, nekem az volt az első nagy red flag, hogy annyit kértem a Pétertől, hogy figyelj, én itt mindent beleteszek a mögötted lévő csapatba, én ott vagyok veled ezeken a rendezvényeken. Annyit kérek, hogy a beszédnek egy részét, hogy egy részében én látok valamit, hogy azt hallgass meg, Léci. Pár perc lett volna az egész. És ott mindenki előtt, ott volt 2-3 ember, kurva méltatlan helyzetbe hozott, és ja, Evike, persze, és így intett egyet. Úgyhogy én jegyzeteltem, hogy mi ez a három dolog, két ilyen kis apróság, ami ilyen stilisztikai dolog, és akkor egy fontos dolog volt számomra, egy valami, amit át szerettem volna adni, egy meglátás, egy tudás, egy üzenet. Mondhatta volna, meghallgatott volna, és mondhatta volna azt, hogy jó, értem, de most erre nincs idő, hogy most ezt beletegyem, vagy most nem értek veled egyet, bármit mondhatott volna. Jó időben szóltál? Figyelj, mi a jó idő? Hajnali kettőkor csinálta meg a beszédet. Értelek. És amikor én először meghallgattam, mert akkor először olvasta fel azt a kézbeszédet. Nem. Ő mindent utolsó pillanatban csinál. Hát látod? Hát most is az utolsó pillanatban írja a beszédet. És nem is az. Tehát mondhatta volna azt is, hogy muszikám, erre most már nincs idő, meg fáradt vagyok, ezért nem. Olyan stílusban, olyan kellemetlen helyzetbe hozott engem, hogy azért félrementem a WC-be sírni. Hogy miért kell így? Csak azt nem értem, hogy tudtok el, tehát hogy csak kérdés. Tehát, hogy én értem a Péternek, ahogy értek, mert ezt meg elmondtad, tökre értem. Én nem tudtam, hogy az édesanyáddal ez történt. Ezt Péter tudta, én. De ezt nem tudtam. Le kellett volna ülni, ezt a Dezsőnek elmondtam, hogy mi volt a hiba, és elismerte, hogy igen, hibázott. És te például miért nem segítettél ebben, hogy miért nem mondtad el a Péter, ez azért... Elmondtam. A Péter tudta, mindent tudott. Igen. És mondtam is a Péternek, hogy ez egy kritikus pont. Nem érdekelte, mert amíg az anyu által bejöttél te, meg amíg az anyu tök jó dolgokat tett bele, ami a rendezvényt segítette, meg csomó kapcsolatával támogattam, meg csomó információval támogatta az egészet. Addig tudod, addig nem volt probléma, hogy ott van. Abban a pillanatban, hogy hopp, kijött az a hír, amiről amúgy a Péter már tudott előzőleg, de abban tudta, a pillanatban zárjuk ki, anyu tudott. És még a Márknak is mondtam, hogy vannak dolgok, amiket le kell ülni, megbeszélni. De ezt miért nem előtte? Tehát ez egy arizik. De Henrik! Evi, de ez Henrik, ott csak figyelj, te fülsz, mert nem én, lenni, de, ne, de Henrik, nem én voltam a vezető. És de egyébként, nincs, tudod, mit lett? First lady voltam. Nem voltam first lady. Dehogy nem. Tudod, mi voltam? Bazd meg, egy last lady voltam, akit a Péter arcba tiport folyamatosan. Hát.
Jaj. Tényleg, aki tudod, hogy rajtam élhette ki mindig azt a frusztrációját és dühét, ami felgyülemlett benne a folyamatban, mindenki ezért mosolyog, és azt mondja, hát ezek faszokból, meg ezek hogy halottak itt mindenki időt, amúgy senkiben sem bízom, és mondom, figyelj, itt van mögötted a csapat, én ezt heteken keresztül ezt csinálom. Figyelj, azért dolgozunk Péter itt mögötted, és azért köpi mindenki ki a belét ingyen, mert hisznek benned, hisznek ebben az egészben. Ez egy jó dolog, épül mögötted a csapat, támogatnak, hogy bízzál meg bennük, hidd el, hogy ez jó lesz, hidd el, hogy ez érték. Kérdés, miért nem tudtál te csak beállni és ott lenni és dolgozni? Miért kell? Mert egy foszfej volt velem, azért. Egy tehetséges nő vagy. De egy borzalmas környezetet, tehát engem egy folyamatos ilyen függőség. Tudod, mi volt? Miért nem beszéltétek? Próbáltam. Miért kell idáig? Miért figyelj, tudod, mi volt, Henrik? Húzzunk neki a vacsorát, azért megterítel, kisbor, minden, terül asztal kell, és akkor így, amikor már kezdünk, mert egy beteg ember, érted, amikor kezdünk, figyelj, mutatom, nagyon sok mindenben, érted már, de haj, Henrik, te is látod, hogy az ember, nem, nincs ki mind a négy kereke. Hát attól zseni, baszki. Hát most érted, a Michael Jacksonnak sincs. De Michael Jackson nem akart az meg Magyarországot vezetni. A Viktornak sincs minden. Szerinted a Viktornak ki van a négy kereke? De egy olyan ember kell az meg, aki tehát a rendszerváltás, hogy ez tehát figyelj. A Péter arra jó, hogy faltörő kosként menjen előre, és elkezdje a rendszer kicsit megfiszkálni. Olyan munkabírása van, hogy arra életen... viszont nem jó, miért hogy vezessen egy országot. Miért nem jó? Mert beteg az agyára. De mibe beteg? Mondta, hogy mibe beteg? A Viktor nem, figyelj, a Macron nem beteg? A Macron? Ja, bocsánat, arra gondolom. Hát nem tudom, most Rezeg is elésze látta. Figyelj, az, hogy más politikusokat felhozol, hogy ők betegek, nem hát, tudom. Hát, de én egy olyan embert már nem akarok támogatni, aki érted? Egy olyan helyzetet is szétbassz, hogy mondom, mindent megadok neki, elmondom, figyelj, itt a csapat, tök jó. Látod most a Henrik is feltöttél. Csak az kép. De úgy kezdtem a mondandómat, hogy nem. De viszont akkor, az, amit akkor, ő csinált, igen, csak az durva, ezt... és nem én akarok ország, nem én akarok egy egész országot vezetni. De mi a durva? B, gondolj bele, hogy mi kell ahhoz, hogy egy nő azt mondja, hogy én nem akarok first lady lenni. Hát ahhoz nagyon sok. Mi kell ahhoz? Nagyon sok. Na az bárki a sok. Ugrana a helyet. Na látod. És én hoztam meg a döntést, hogy ebből szeretnék kiszállni, mert nagyon durván besokaltam. De oké, akkor csak egy kérdés. Ha besokaltál és hiszel a vízióba, hiszel a csapatba, akkor a csapatban és a vízióban hiszek, a Péterben nem. És azért sem, mert a Péter össze-vissza kamuzik nekem. Tehát napról nap, tehát találkoztam vele, megbeszéltünk valamit következő alkalommal. Találkoztunk, számon kértem azt, amit előző alkalommal megbeszéltünk, már más mondott. A következő alkalommal már megint más mondott. Folyamatosan mást mond, és őszintén én egy ilyen emberben nem tudok hinni, én egy ilyen embert nem szívesen támogatok, tudom, hogy még mindig nem tud jól csapatban dolgozni, tudom, hogy a márkéknak ezzel problémájuk van, nem tudom, hogy te mennyire vagy ugye vele ilyen szinten szoros viszonyban, mert tudom, látom azt, hogy a Márk és a Dezső milyen verejtéket izzadva, vért izzadva. Szoros viszonyban van az a Márk és a Dezső. Márk odajött hozzám, azt mondta, figyelj, az elmúlt 2-3 hétben, amióta én nem vagy velünk, a fülemben csengenek a szavaid. Ezt mondta, hogy az, amit akkor mondtál... Ez fura most a Márktól. Hogy az, amit akkor mondtál, problémaként felvetettél, vagy kockázatként a Péterben, igen. Azt én akkor annyira nem láttam át, és most látom. Most pontosan látom, miről beszélsz. És azt mondta, hogy dilemmában vagyok, hogy ez így, hogy annyira nem látja, merre van az előre. És hogyha ő viszi a szekeret előre a többiekkel, akkor és viszi, mint állat, és benne viszi. Van. Hát ránéztem a Márkra első pillanatban kiderült egyébként unokatesomnak, egy jó barátainak az Excel volt. Excel, ki a Márka? Márk. És, nem te hoztad a Márkot? A Márkot az Ervin hozta, de az Ervin az András, és a Márkot csak, az egyik rendezvénynek a rendezésére hozta. Ő rendezni hozta, hogy legyen a színpadon, legyen kerek a sztorítod, legyen íve az egésznek, március 15. Igen. És ezt nem Márk elment. Peti is, ugye, olyan rendező csávó, oké, hello. És láttam egy tehetséges srác, akiben nagyon sok van, és egy jó gyerek. És akkor unokatesomtól szereztem meg még a számát. Ervin nem volt elérhető, és azt gondoltam, hogy el kellene, hogy kezdődjön egy munka. Legyen valami csapat, kezdjen el valami kialakulni.
És egyet megengedsz külső szemmel, a Márk mindig nagyon figyelt rád, megtisztelt téged. Tehát ő mindig nagyon-nagyon-nagyon, ő mindig figyelt rád, mindig. Az első, amit láttam, amikor volt az első beszélgetésünk a konyhában, emlékszel? Meg mindenhol. Tehát én mindig láttam, hogy ő respektált téged nagyon. Hát mert tudja, hogy én mit láttam meg benne, és hogy miért, és hogy azért hoztam őt be, mert láttam azt, hogy ő egy szuper srác. És egyébként én azt gondolom, hogy semmi rosszat nem tettem bele. Egy dolog triggerelt engem, nagyon az a Péter volt. És az, hogy én láttam a Péternek a hiányosságait, a nehézségeit, az őrületét, mert ezt tavaly is megtapasztaltam, és én abban bíztam, hogyha egy olyan csapatot összeállítok, ami tudja őt jól támogatni, és jó értékeket képvisel, tudnak konfliktus kezelni, kérem, köszönöm, bocsánatot elmondani, a visszacsatolásokból tanulni, ez egy tök fontos dolog, és néhány ember erre nem képes. És a Péter mögött egy ilyen csapat van, és ő ezt látja, hogy micsoda, mennyi munka van mögötte, milyen támogatottság, milyen skillek, milyen jó emberi értékek, akkor ő majd, hogy őt is lehet, belőle is ki lehet a lehető legjobbat hozni emberileg is. És akkor én egy idő után azt láttam, hogy nem a Péterből hozzuk ki a jót, meg nyilván az én őrületem se segített, ami... Tehát, hogy én éreztem, hogy óriási volt a nyomás, nagyon nagynak éreztem a felelősséget, nagyon sok volt a munka, nagyon sok volt az önfeláldozás, és ehhez képest Pétertől egy köszönőt soha nem hallottam, sőt, még kinevetett, hogy persze, nehogy már most, miért te itt mit csináltál? Ilyeneket csinált, olyan szinten, megalázó módon, megsemmisítő módon viselkedett velem, hogy én azt nem is értem, hogy miért. Tehát annyit mondhatott volna, hogy Evi, köszi, csak egy köszi, ha hagyja száját, tudod, már 20%-kal, 50%-kal jobban érzem magam, és folyamatosan belém állt, meghazudtolt, így hülyének nézett, meg mások előtt így hülyére vett. Nagyon-nagyon-nagyon sok volt ez, amit csinált. És akkor azt láttam egy idő után, hogy nem a Péter, tehát a Péter inkább elkezdett ilyen rockstar üzemmódra váltani, mert látta, hogy ezek az emberek tényleg szeretnek, mint hogyha az a szeretet megtámogatás csak neki szólna, pedig az nem az ő személye, hanem az a rendszerváltás igénye, iránt érzett, tudod, lelkesedés. Tehát, hogy rendszert akarok váltani, nem ebben a szarban akarok élni, tök jó lenne, ha valami más lenne. Ez nem azt jelenti, hogy hú, Péter, szerelmes vagyok belé, tehát nem ez kéne, hogy jelentse a politikában, de mindegy, most valami ilyesmi van, hogy mindenki szerelmes Péterbe, oké. Ő ebben most így úszkál, mert sosem volt ekkora szeretet körülötte, meg ekkora sikere, ő mindig egy ilyen lázadó volt, mindig mindenki beleállt, és nem az történt, hogy Péterből hozta ez az egész helyzet ki a jót, hanem az történt, hogy ő kezdte el megfúrni ezt az egész szövetséget, amit azt gondolom, hogy én építettem veletek. Amit én megértettem. Aztán majd kanyarodjunk rá, mert majd mennem kell a családra. Két dolog. Egy borzasztó tehetséges csaj vagy. A Péter egy borzasztó tehetséges pali. Összetalálkoztatok, haladtatok együtt. Én csak amit kívülről lát, én nem vagyok a Péterrel olyan viszonyban, mint a Márk, meg még csak korán sem, semmilyen. Én nagyon hiszek ebbe a dolgba, és tekerek benne, mint a barom, 0-24-ben, ha kell. Ez a két vízió. Te is elkövettél kurva sok hibát. Te is. És ezt most tőlem fogod, és most a jóról azért ne beszéljünk, mert a jó megvan, mindkét oldalon megvan. Nálad is megvan, Péternél is. Te is elkövettél hibát ott a Bliknél, elkövettél édesanyám, mindegy, hogy nem lehet úgy kezdeni, stb. Nem követem el az édesanyámmal kapcsolatban hibát, de én úgy követem el hibákat, igen. Ez az egész ott van. Oké. Az a dolog, hogy nem alakult jól a párkapcsolatotok. Egyébként én úgy láttam, hogy a Péter próbálkozik, én úgy láttam, aztán lehet, hogy nem. Megírta nekem, mert megsértődött valamire, megírta, hogy szerintem ezt hagyjuk abba, Evi, miután ellehetetlenített a szervezet működésétől. Nekem az volt az utolsó csap a pohárban. Evi, te annyit is tettél érte. Annyit írt. Evi, te is tettél. Tök mindegy, de akkor mondja azt, hogy Evike... A Dezsőnél, ez, tehát bent a szervezeten belül nincs, tehát ugyanúgy voltak, tehát bent a szervezeten belül ugyanúgy a szervezet tagjai, ugyanúgy féltek tőled a keveréseitől, a számonkérések, a mit tudom én, tehát hogy te is keverted a szart. Számonkérés az, hogy felteszek egy kérdést. Nem, azért féltek, mert... Akartál, minden információt magadnál akartál tudni. Nem, hát azért, mert szerettem volna, hogy ez az egész tudjon épülni. Nem akartam itt senki lenni. Érted? Hát de miért? Nem érted de, meg? Akkor nem érted. Nem érted? Volt egy vízióm, szerettem volna, ez az egész. Egy jó mederben van. És jó mederben van. Szóval kérem a pénzem, és szia. Mindenkinek szia. Ez azt gondolom, hogy méltatlan. Tehát az, hogy én nem fogok lehajtott fejjel kisétálni.
mert nagyon sokat betettem, és az, hogy az ember hibázik, az benne van a pakliban. De azért, mert én követem el hibát, azért nem fogok lehajtott fejjel kisétálni. Én még itt nem tartok, bocs, engem egy picit meg szerettem volna. Oké, lezárul egy korszak férfi és nő között. Miért nem maradsz a rendszerben dolgozni? Mert ezek után én már nem szeretnék a rendszerben dolgozni. Azok után, hogy... Miért nem jössz kolléganőnek hozzá? Nem, azok után, hogy én átlettem több szinten is, hogy hülyének lettem nézve, meg hazudoztam. Szóval én azt gondolom, hogy mindenki saját magáról tudja, hogy hol nem mondott igazat nekem. Én a szervezetem belül nem gondolom, hogy bárki is hülyének nézne téged. Azt nem érzem. Jó, akkor... Én nem látom. Vagy tehát akkor szerintem mindenki tudja saját magáról, hogy hol voltak azok a pontok, ahol lehetett volna velem őszintén beszélni, akár konfliktust felvállalni, és nem ez történt. Tettél érte? Hogy? Oda mentél egyénekkel? Igen. Igen. Na, kértem, hogy őszinteség, én azt mondom, őszinteséget és korrektséget. Nagyon sok helyről hallottam, viszont nagyon sok mindent én is. Mindenki mindenhonnan hall dolgokat, mindenki bizalmatlan, mindenki fél, közben beletesz mindent. Én ezt megértem, ezt én is így. Tehát volt egy pont, és mondom, ez a pont... Tehát Péternek nagyon sok fekete pontja van nálam. Nagyon sok apróság, listázni tudnám. De nem teszem. Azt mondom, hogy oké. Megértettem, ez így alakult, lehet, hogy rám az első időszakban volt szükség. És akkor most végleg szakítottatok? Tehát, hogy végleg? Igen. Nem fogtok újra összemelegedni? Nem fogtok újra... Nem tudjátok ezt visszacsinálni? Csak kérdés, nem akarok kerítő lenni, nem lehetne ezt megbeszélni? Nem lehetne ezt jóvá tenni? Tehát, hogyha... Nem tudtok egy jót vacsorázni? Az a baj, hogy... Hogy vetített, hogy sokszor kaptam rajta azon, hogy az, amit mondott teljes meggyőződésből, úgy tűnt, hogy meggyőződésből az nem igaz. Hogy játszott velem, feléd, hogy felém is. Hogy fizikálisan... De mi a fizikálisan, tudott ő játszani felém? Figyelj, apróság, olyan durohamot... Nem, sok részlet, olyan durohamot kapott egyik alkalommal, hogy állt az utcán. Úgy üvöltött velem, hogy így ment rám a saját ház előtt, a gyerek az autóban ült és sírva fakadt, az én gyerekem. És ez is egy ilyen kurva nagy red flag volt, hogy most én miben is viszem magamat vele, meg a gyereket? Mert abban a pillanatban, hogy őt hibáztatod, vagy kérdőre vonod, tehát ő már felelősséget a kudarcaiért és a hibáiért nem tud vállalni érdemben. És lehet, hogy majd fog tudni, ha rajtatok múlik, és ti nagyon ezekben következetesen beleálltok. Mert nem ő a császár, aki egy császár, tett valamit, meg valahonnan jött, amúgy bosszúból tette azt, amit tett, hogy a Partizán interjúba emelt, az bosszú, szintiszta bosszú. Bosszúra nem lehet építeni, de ha bosszú mellett egyébként vannak itt más dolgok is, tehát ő tényleg szívből látja azt, hogy wow, mennyi embernek kell segítenie, érzi a felelősséget, konkrétan van egy víziója. Már itt van. Van egy vízió, pontosan, de hogy ez nem apítál. Ez nem a Péter, azt kell megérteni. Koki, ez nem a Péter, ez az egész. Az ennyi ember, aki károsult ebben a rendszerben, és változást szeretne. És a Péternek az a szerencsés helyzet, hogy bentről jött és mondott információkat, és egyébként az ő bosszúja, hogy borítja a szaros Billit, azért, mert ő nem kapta meg azokat a... Mert ő sértve érzi magát a Rogán által, ezáltal. És én most jelenleg ennyit látok a Péteren, hogy volt egy bosszú, volt egy ilyen magára hagyatottság, egy bosszú, azt mondta, hogy minden-mindegy, el is mondta nekem, hogy minden-mindegy alapon borított. Beszéltünk, és azt kérdezte, hogy Evi, mit csináljak? A Partizán interjú után, Evi, mit csináljak? És akkor poénkodtunk azon, hogy jó, menjünk balira. Mondtam, hogy nekem úgyis jót tenne egy kis napsütés meg víz, és akkor úgy poénkodtunk, hogy posztol haza, hogy koktéllal ülünk a víz partján, és akkor posztol, hogy na, mi a helyzet otthon? Én csak vicceltem, de az információkat azért, az információkkal kezdjétek, amit akartok. Tehát, hogy ennyire nem volt benne egyébként ez egy ilyen komoly meggyőződés, vagy egy ilyen, érted? Mert ha lett volna valami, amit kiépít magában, akkor még nem az anyja, az öccse, meg én vagyok mögötte, hanem akkor már összegyűjtött volna pár embert, érted? Akkor ezt valahogy megtervezte volna. Minden ilyen, kicsit ilyen, ahogy eskültpuffan alapon történt az egész, és két héten keresztül ügyvédekhez rohangált. Amikor is kérdeztem, hogy ezzel most mit akar kezdeni, és azt mondtam neki két hét után, mert azt láttam, hogy így nem haladunk előre. Tudod, engem kérdeztek, hogy Péter amúgy mit csinál? Meg a Péter amúgy ezt komolyan gondolja? Vagy hogy van mögötte valami?
És megfeltették nekem ezeket a kérdéseket, emberek, mert hogy mondta a Péter, hogy szerezzek a pártba embereket. Tehát meg kiosztotta az elején a feladatokat, úgyhogy én főzőcskézni akartam, meg a teraszt kielvezni, meg a Pétert támogatni lelkileg, és akkor kaptam a feladatokat, hogy szerezzek a pártba embereket. És akkor úgy tudod így meggyőzni arról az kérdésem, embereket, akiket kérdésem, a pártba beszél. Miért nem maradsz közöttünk, miért nem dolgozol velünk? Jó lesz, hogy miért nem dolgozol? Mert elegem van. Mondani nekem, hogy mit szeretnél elérni, hogy engem mint Hanze Henrik kurvára érdekel, hogy mit akarsz elérni, Evi? Mi van benned? Mert látom, hogy ami nekem nem tetszik, egyetlen egy, ami nem tudtam, hogy egyébként nem tudtam, hogy hova jövök, de ami látom, a szemeden látom azért, hogy van benned már lassan ilyen bosszú. Sértettség van bennem, igen. De az lassan, az átalakulhat bármikor bosszúvá. Hát akkor ne alakuljon át. De ugye ez fenyegetés még van. Hát ne alakulj, én tökre örülnék neki, hogyha nem alakulna át. Hát te mondtad. Hát de miért alakulna át? Hát miért alakulhat? Tehát azért mondjuk, hogyha nem kapom meg azt, amit kérek, nem? Én ahogy látom, sansz nincs arra, hogy voltak éppen így. Én nem látom, hogy kibékülnétek, és azt sem látom, hogy te meg akarod ezt oldani, hanem te csak így ami természetesen... Én szeretnék, tudom, mit szeretnék? Szeretnék saját magamnak lelki nyugalmat, szeretnék a gyerekkel foglalkozni. Szeretném azt, hogyha az elmúlt pár hónap az nagyon gáz volt a gyerek szempontjából. Az, amit tök cuki volt, csomószor így mellettem volt, és alkalmazkodott a helyzethez, és ilyen tiszapártos pólóban rohangált, meg kurvára sajnálom azt, hogy ennyi mindent beletettem, ennyi mindent feláldoztam. És akkor most itt vagyok, úgyhogy a projektemet lenulláztam, az emberek, akikkel dolgoztam, azok már rég más csinálnak. A tavasz-nyári kollekció, a webshopomat fizetem már tök feleslegesen, egy üres webshopot fizetek már március-április óta. De az felállt, nem az volt, hogy az még nem indult ennek? Hát nem, nincs benne termékek. Ja, nincs benne termékek. Csináltattam prototípusokat. Az egyik prototípus, az egyik fele a kollekciónak az nem sikerült jól, és pont akkor hoztam el már a prototípusokat, amikor már elkezdődött ez az egész őrület. És akkor úgy voltam, mert ott mérlegeltem, hogy most oké, ez a kis cuki projekt, amit elkezdtem, ami egyébként szívügyem és szívesen csinálom. Erre valamennyi pénzem félretével. Én szeretném ezt. Szeretném ezt vinni, igen. Szeretném ezt vinni, én ebben hiszek. Nekem ez tökre szimpatikus. Szeretnék a gyerekkel elmenni, nem tudom, egy hétre a tengerre. Igen, szét van gyűlve a körmöm, és lereszelt teljesen a körmös, és fáj, mint ennek. Szeretnék elmenni a tengerre, jó. Szeretnék a gyerekkel jó. Péter, picit így kell, foglalkozni. Kell a dolgokat. Mi a kérésed, akkor mi az, ami már, tudod, én vagyok a pénzügyes, és akkor mi a feladat, tehát hogy mi a kérésed, mert össze-vissza hallottam mindenkitől minden, de én tőled akarom hallani, mert hallottam, már Mártól hallotta, 30 milliót szeretnék kérni. Szóval azt gondolom, hogy nem sok ahhoz képest, hogy ez az egész jó. Megértettem, tehát ezt nagyságrendileg a Péter is mondta nekem, tehát hogy 30 millió a kérésed, jó? Az, hogy szeretnéd, mert ugye azt tudnod kell, hogy a párból sehogy nem tudjuk, se, sanszalak. Nem tudom, ezt nektek kell kitalálni. Mit tud segíteni benne? Anyával, vagy mit tudunk segíteni? Mert én elmondom, én megmondom neked őszintén, hogy nagyon-nagyon-nagyon, ugye azt kell tudnod, hogy mindent tudsz, szerintem mindent tudsz, ugye azt kell tudnod, hogy a pártba senki nem kap pénzt, se az egyes, senki nem most kap pénzt. Most már azért kap egy-kettő ember pénzt. Én nem láttam, én nem tudom róla. Ja, én tudom. Igen? Akkor mondjad, mert akkor várjál, mert akkor ezért. Hát most fizetés kap, mint a Márk, meg talán egy-két ember, mert a Márk biztosan. Én még nem tudok róla. Ja, hát én tudom. Én úgy tudom, hogy van róla szó majd. Már kap. Igen? Én úgy tudom. De ezt Márk mondta neked? Dezső mondta. Dezső? És a Dezső nem kap? Ha már kap, akkor a Dezső miért, hogyha nem kap? Tudom. Mert a Dezsőnek vagy a Márknak nagy szüksége van rá. Tehát ő le van nullázódva, ahogy én is le vagyok nullázódva. Én még annál is jobban le vagyok nullázódva, egy barátnőmnél azt mondom, hogy kanapén. Jó. Tehát ezt az összeg... Tehát... És nem tudom a webshopot elindítani most, ezt majd szeptemberben, jó. De ahhoz meg megint nekem bele kell tennem munkát és pénzt. Jó, én szeretnék segíteni. Úgyhogy, és fogok is. Csak azt mondom, hogy hogyan csináljuk, tehát, hogy ugye a kérdés. 30 millió nem tudunk kimenni. Péternek nincs 30 milliója. Tehát nincs.
senkinek nincs valami zenét. Vannak vállalkozók, akik beálltak most a Tisza mögé, vannak olyanok is, akik átjöttek, átpártoltak, vannak olyanok, akik megvárták mindenről, a választásokat. Mindenről. Igen, én mindenről hát tudom. Nincs ilyen. Hát én itt tudom. Én itt vagyok, én mondom nekem. Nullám nincs, null ember van? Senki nulla, finanszírozás oldaláról nullám van? Van finanszírozás, benne van az egyesületben a pénz, a 1000, 2000, 3000, 1-2 millió forintos adományozók vannak, és most 9-e után ugye ezt megvárták, így, és akkor most van az, hogy... Hát azért ez egy nagy eredmény, most nem azért a 20 millió. Én azt gondolom, hogy az aki kopogtatott eddig az ajtón, és a küszöbön állt, én az most belépett a küszöbön. Igen, de senki nincs, még konkrétummal nincsen, én erre várom. Én itt az egészet látom, Evi az egészet, mindent látok. Belelátok az OTP számlára, belelátok mindenre. Jelenleg nincsen nagy adományozónk. Filléres ilyen 1000, 3000, 5000, 7000, 9000, 15000, 20000, ilyenek vannak nagyon sokan. A pénz az jön, tehát gyűlik. Azt kell megbeszélnünk, hogy hogyan, tehát Péter, tehát én a pártból nem tudok kiutalni neked. Azt mondta Péter, legrosszabb esetben eladja részvényeit, és abból kifizet engem. Tehát ezt mondta Péter? Ezt mondta. Azt is mondta, hogy döntsek, mert hallotta, hogy 30 milliót kérek. Igen. A Dezső azt mondta, hogy Péter fülébe ez ne jusson, mert ő úgyse ad pénzt. Majd a következő nap a Péter közölte, hogy hallja, hogy 30 milliót kérek, amit nem is értettem, hogyha Dezső azt mondja, hogy ne jusson, én nem mondtam el a Péternek, hogy mi is eljutott a fülébe. És akkor azt mondta, hogy hát ez mennyire méltatlan, és hogy mennyire gáz. Mondom, jó, gázozhat, értem, hogy méltatlanozhat, de szerintem amúgy ahhoz képest, ami itt most létrejött, és amilyen intenzitással megy ez az egész előre, szerintem a 30 az nem sok, és ezt te is tudod, és ezt szerintem mindenki tudja, aki épésszel gondolkodik. Jó, És ő azt mondta, hogy ha én úgy döntök, hogy láss tisztán a helyzetet, azt mondta nekem, a szakítás előtt két nappal, hogy amikor, tehát én úgy voltam vele, hogy én akkor kilépek magánéletileg, meg munkahogyan, mindenhogyan, viszont szeretném kérni fel ezt a pénzt, és akkor sziasztok. És további sok sikert. És akkor ő erre azt mondta, hogy mennyire vagyok, de megérti, oké. Akkor ha bár ő szeret, de nem ragaszkodik hozzá, mert nincs rám szüksége, meg egyébként bármilyen nőt megkaphat, most már ebben a pozícióban, meg a többiek amúgy is azt mondják, hogy én kockázat vagyok, kockázati tényező. Így azt mondja, hogy én döntsem el, hogy akkor mit akarok, mert annak ellenére, hogy én kockázati tényező vagyok a többiek szemében, ő mégis engem szeret. Jó? Ezek mind manipulatív eszközök. Okay. Szerintem ezek mind manipulatív eszközök, mert már mondod dolgokat, amiknek kiderült az ellenkezője, még sok... Nekem nah, még soha szóval... nem hazudott, soha nem mondott falsz információt. Nekem örülök, hogy még így nem jött ez így. De nem is vagyok olyan, nyilván ilyen szoros kapcsolatban, mint te vagy vele. Szóval azt mondta, hogy ha ezt szeretném, akkor megkapom, de hogy akkor ezzel jó, ugye az jár, hogy elvágom magam mindentől. Én a cégről tudok beszélgetni veled, és hogyha én ez hogyan tudom megbeszélni vele, hogy a részvényeit beváltja-e vagy nem, mert azt nem tudom. Én gondolkodtam nagyon sokat, nem beszéltem a Dezsővel, én nyilván csak négy szem közt veled akarok, se a márka nem beszéltem. De Dezső beszélt veled akkor, amikor ezzel az egész elejét. Igen, de azt a Péter lekert, ott nincs. Ott levágta, hogy akkor senki ne beszéljen vele. Igen, én itt vagyok. De ez is egy olyan dolog, figyelj. A Péter elmondja, tehát én a Dezsővel beszélek, a Dezső azt mondja, hogy figyelj, Evi, sose fogom elfelejteni, hogy te hozzá elében, nagyon hálás vagyok ezért, te vagy a párt anyja, stb. Abszolút. Majd azt mondja, hogy szerdán fog velem beszélni, majd írok neki, hogy Mizu, és nem válaszol, és aztán nem válaszol, annyit mondhatnám, figyelj, a Péter azt kérte, hogy ne beszéljünk. Ez is egy válasz, érted? De ez azért nagyon méltatlan. Találkoztam veled, láttam, hogy nem nézel a szemembe. Ezek olyan dolgok, ami számomra egy ilyen nagyon méltatlan amikor a mamutok küzdenek, nem jó gyepnek lenni. Tehát, hogy ez nem azért nem néz az ember, szemben, vagy Dezső, vagy én, vagy a Márkor. Akkor azt kell mondani, hogy figyelj, Evit. Tehát, hogy ha van egy minimális megbecsülés, akkor azt az őszinteséget elvárom azoktól az emberektől, akiket amíg én ez ismerek nagyon, és hoztam nagyon, be. Evi, hogy fél, ne haragudj, ez nagyon nehéz, nagyon szar, de hogy a de Péter, van, mondom, aki a vezető... Mondom, én mondom. Most mondod, igen. Nem, mindig mondom. Nagyon nehéz. Ebben nagyon-nagyon nehéz beleszólni.
borzasztó nem belesz, nehéz beleszólni. Nem, nem egyfajta, de még az sem. Minimális őszinteség, igen, érted? Igen, hogy a Péter tudsz, azt kérte, de nem hogy... Tudsz, nem tudsz, mert nem akarsz semmilyen szinten, még egy sejtszinten sem de akarsz ebbe beleszólni. De ha nem akarsz, akkor meg nem ugrok azonnal a Péternek a kérésére, hogy ne beszélj, mi az, hogy ne beszélj neki? Hát nem azt mondta, hogy ne beszélj, vagy nem azt mondta szerintem senkinek, hanem az ember magától érzi azt szerintem, hogy ebbe nem jó se beleszólni, se vélemény nyilvánítani, se bármelyik oldalra elhelyezkedni, semmi. Tehát az de elhelyezkedett mindenki az ő oldalára. Mert ide teremtődött meg a csapat. Hát pont nem, neked köszönhetően ide teremtődött meg a csapat. De akkor azt a minimális tiszteletet nem kapom meg, hogy figyelj, ez nem sorry. A tisztelet, ez nem a tisztelet, szerintem Péter a tisztelet mindenki. De Péter azt kérte, hogy? A tisztelet mindenki részéről megvan felét. Ennyi, érted? Tehát az, hogy nem válaszol, hát ez kurva gáz. Na, Evi, mert nekem a Péter azt mondta, hogy meg kell oldani a céges módon ezt a dolgot, én azt szeretném megkérdezni tőled, hogy nem akarsz dolgozni egy nem. Tehát kész, teljes mértékben le akarsz innen jönni. Akkor szerettem volna egyébként. Jó, szerettem volna, jó, de én nem értem, hogy miért nem. Én továbbra is próbálom azt mondani, hogy tök jó volna, hogyha itt dolgoznál, és nem mérgesedne el így ez a konfliktus, vagy nem lenne ez a szaga ennek az egésznek. Én meg tényleg szeretném azt a nyugalmat, azt a biztonságot megteremteni, hogy nem a Péternek az őrületétől függ, hanem tőle teljesen. Én amit föl tudok neked ajánlani, ebben tud segíteni, ezt is úgy, hogy nekem kell megoldani. Tehát egy, nincs még itt az a egyetlen egy, ezt szeretném, ha tudnám, nincs egyetlen egy komoly támogató, sincsen egy össze, nincsen. Mindenki azt mondja, most fognak majd olyan tárgyalások jönni, pont meg is tudom neked mutatni, a Dezsővel van egy olyan, hogy hétfőn elindulunk, és azt mondták, hogy megvárják a választást. Én még, most lett a támogatás kukasztapramagyarok.hu az én nevemre téve, tehát én nem láttam még semmi ilyesmit. A mikroadományok érkeznek, azok jönnek, tehát megvan, amit én tudok csinálni, és még én a Pétertől nem kaptam azt az utasítást, hogy engedélyezi a fizetéseket. Úgyhogy azért nem tudom, hogy lehet, hogy a Márkkal le van beszélve, vagy a Dezsővel le van beszélve, de egyet ugye, ha Márknak van, akkor a Dezsőnek is kellene, hogy legyen. Akkor nem értem, hogy én azért mondom, hogy nem tudom, hogy van-e. Tehát jelenleg a Kitty, a Szilva, a Hanzel, senki. Nincs senkinek még fizúja. Ez tőle, bele, nincsen. De már hogy nem most tudom, lesz, hogy van, szóval... Oké, okay, hogyha most lesz, ezt én értem. Egyet tudok elképzelni, hogyha neked az megfelelne, hogy mondjuk nagyságrendileg, hogy havi, mintha nem kell dolgoznod, nem kell bejönnöd, de havi fizetést tudunk adni neked. Én ezt tudom neked meg, én 30-at, nincs, nem tudom, de én még egyet csak. Akkor egy összegben valami erőleg... valami legyen, érted? Valami legyen? Mondom, havi de nem pár százezer forint. Nem, 500 000 forint. Annyit tudunk kivenni. Nem, de ezzel nem tudok mit kezdeni, érted? Nem, tehát ma, nem tudok ma 400 000 forint az, hogy valahol laki. Az 500, szerinted így 500, hogy tudok én bármilyen vállalkozásba tőkét tenni? Azért 500 000 forint azért az nem kell. Az hogy... semmi a mai világban. Csinálok egy listát, össze a kaja és a szár. Tehát az, hogy van fedél a fejed fölött, kifizeted a rezsit és kajálsz, az talán kijön. És ha még egy gyereked is van mellé, nullára jön ki. Nullára, semennyire. És a gyerek kapja, amióta beálltam a Péter mögé, még kevésbé kommunikál vele, mint előtte. Ez nem tartozik. Jó, akkor vissza kell mennem a Péterhez, meg kell beszélnem vele. Tehát ő azt mondta nekem, hogy ő a részvényeit ő kiveszi, és akkor ő abba kifizet. És akkor ehhez képest most megint azt kapom, érted? Már 100. kört futom, mindig kapok valamilyen ígéretet. Én ezt most tudom, ez garantálom. Ez úgy garantálom, hogy holnap bemegyek, és én kedden hozom neked a június havit. Nekem most kell egy nagy összeg. Tehát ezt most én mondom neked, én holnap bemegyek a központba, beszélek a Dezsővel, a Dezsőnek kell jóvá hagyni, úgy van, hogy én meg tudom oldani, tehát amit én mondok, az mi pénzügyes, elmondhatom, de az utalásnál van egy Barnabás nevezetű barát, egy úriember, igen, és a Dezsőnek kell a végső oké, tehát hiába mondom én, hogy neki föl kell hívni, hogy a Dezsőnek kell jóvenni. Tehát ez azt jelenti, hogyha hétfőn elutalják a pénzt, én a cégből kiveszem, megpróbálom kivenni a cégből, és akkor ezt tudom neked, hogy én kedden ott vagyok nálad, és akkor ugye június, és 500 000 forint. Ha meg bejön valami nagy, akkor én ezt megbeszélem a Péterrel, és akkor minél hamarabb, hogy hívják. Tehát ezt én garantálom. Ezt tudom garantálni, mindaddig, amíg a Péter jóvá hagyja ezt a dolgot. Értem. De ez meg van engedve. Tehát ez meg is van engedve, bocs. Ez jó, az szuper. Meg is van engedve. De az nekem most kevés.
Tehát én most mínuszban vagyok, én most egy kanapén alszom, kértem kölcsön, és ha, tehát hogy nem lehet azt csinálni, hogy ezek után én most éppen egy ilyen csak olyan, tehát hogy éppen, hogy fenntartom magam, meg de éppen, hogy egy zsanát tudok venni a gyereknek. De ha nincsen vagy, akkor mit csinálsz, hogyha nem? Jó, figyelj, most a Péter azt mondta, hogy oké, akkor itt van, hogy ebből az egészből ki szeretnél szállni. És azt mondtam, hogy igen, én ki szeretnék ebből szállni, mert besokaltam, mert ez nekem sok, én már nem látom itt ezt a helyemet. Ezt megbeszéltétek, ezt értem. Ezt és értem. Akkor most megérted. Akkor szedje ki a részvényeit a Péter, akkor beszélünk a Péterrel. Ezt mondta. Azt mondta, hogy van 90 milliója, és akkor abból a 30 milliót nekem kifizeti. Ezt nekem nem mondta, hogy én erről nem tudok, bocsánat, tehát erről nem tudok. Most szerinted ezt én kitalálom? Azt sem tudtam, hogy mennyi, azt sem tudtam, hogy vannak részvény, azt sem tudom, mennyi részvény. Ő mondta. Jó, hát ez a ti, ez két magán. Tudod, vagy. Azt mondod, hogy ti, de aztán mégis téged küldött, hogy ne kelljen szembesíteni őt ezzel, amit nem ő igaz, mondott. Nem igaz, ez nem igaz. Bocsánat, ez nem azért, hanem ő azt mondta, hogy oldjam meg. Tehát, hogy nem kérdés. Tehát, hogy jó, én amit... De mit mondott neked, hogy? Hogy Heri, gyere ide az Evivel, beszéld meg, és légy szíves, old meg az Evivel, hogy jobba vagytok úgyis, meg tisztelitek egymást, meg kell, tehát hogy segíteni kell az Evinek mindenféleképpen. Tehát ez szó szerint ezt mondta, segíteni kell az Evinek. Kérdezte tőlünk az egészet, ott voltunk a Márka, Dezsővel, mindenkivel, senki nem tudja, tehát nincs nálunk, nincsen fekete pénz, nincsen. Senki nem ad oldalról semmit, Evi. Engem most tényleg... Megsértődhetsz, meg nekem jöhetsz, meg bármit csinálhatsz. Ezt tiszta szívemből mondom neked. Ezt én mondom neked, Hanzi. Nincsen oldalról befolyó, nincsen semmi, ilyen nincs zsebes történet. Zéro. És akkor most ez az információ nem mit kezdő? Az, hogy én úgy tudom megoldani, hogy mint kvázi fizetés. De nekem ez így nem jó. De én ezt tudom megoldani. Akkor szólja Péter. Jó, oké, ezt megértettem. Én, amit tudom, kedden itt vagyok az első havi pénzzel. És akkor mindenhol... Valami muszáj, hogy legyen, mert... De most mondom, jó. Hogy kedden itt vagyok az első havi pénzzel. Tehát hétfőn átutaltad, szólok a Dezsőnek, és nem a párt oldja meg, a pártnak el semmi köze, én. Tehát én megkapom, mint terembérlet, vagy fizetés, vagy valami, és akkor én megpróbálom így összerakni a dolgot, és én így akkor én megpróbálom, én máshogy sehogy nem megy. Nem tudunk kivenni, csak úgy, hogyha bent dolgoznál. Az volna jó, ha bent dolgoznál. Én már megdolgoztam itt azt, amit meg kellett. Jó, ezt figyelj, a sérelmeidet azt a te oldaladról értem. Tehát, hogy én ezt tudom csinálni, és akkor ez amíg nem állunk föl meg minden, akkor ez a havi 500 ezer forinttal tudunk téged segíteni. Hát semminél jobb, nem? Tehát, hogy most ne haragudj a nullához képest. De beszélj, nem nullá. Most nyilván. A nullához, most úgy értem, hogy nem. Hát a nullához képest nyilván minden jobb, csak na. Tehát, hogy én ha most nem sikerült, én szeretném szeptemberben elindítani a webshopot, ahhoz, hogy elindítsam, ahhoz nekem nem jó a havi 500, mert pont nullán vagyok, és nem tudok semmit. Most én ezt tudom, és erre és egyébként fel, minden, ami volt, és persze kaptam a Pétertől is közben pénzt, meg volt csomó minden, de hogy nem volt bennem az, hogy bármikor ilyen szarba kerülhetek, az volt bennem, hogy ezt én mind szívből beleteszem, ha kell, akkor elmegyek a fél időt felvásárolom, hogy megszervezem azt a találkozót, amit meg kell szervezni. Tényleg mindent beletettem. Mind pénzben, mind időben, mind mindenben. Ezt elfogadod, akkor én elindíthatom, ezt elindíthatom, és menet közben, mert legalább akkor ez meglegyen, ez jó, jó így? Hogy ez legalább, most ha ezt visszautasítod, akkor szerintem ez nem jó? Vagy hát most, hogyha azt mondod, hogy nincs más választási lehetőség. Nézd, jó ember ismerő vagy. Nincsen oldalról pénz, nincs. Jó, mondom, Péter, akkor Pétertől jön. Péter szedik ki részt. Azt én nem, ahhoz, amit egyébként, ahhoz amit nem egyébként értem. Úgy, egyébként úgy játszadozik a tőzsdén, hogy olyan belsős információkat kap, amit nem kéne az embernek megkapnia. Ja, tudsz róla, hogy igen? Sok mindenről tudok, igen. De akkor nekem is segíthetne. Akkor beszéltek meg. Tessék? Beszéltek akkor meg. Ja. Jó, hogy kap a tőzsdéről információt. Kapott korábban. Igen. Ja, értem. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy most így... Nem tudom, hogy így én ilyen jellegű dolgokat sose éltem. Ilyen...
én ezekbe a játékokba sosem mentem bele, én is nő vagyok, most még egyedülálló is, és egyszerűen azt látom, hogy nekem olyan emberekkel kell dílálnom, érted, férfi, meg lett férfi emberekkel, akik tudják, hogy mi merre hány óra, és mégis, tehát hogy ez nekem kurva nehéz. És nem szeretnék görény lenni, szeretnék követelőző lenni, viszont ezt eldöntöttem, hogy nekem erre szükségem van. Hogy görény tudsz lenni, vagy követelőző tudsz lenni? Hát most görény vagyok, akkor ha azt mondom, hogy oldja meg, és szedje ki a részvényt, és egyébként is tudom, hogy sok mindent tudom. Nem szeretnék görény lenni, és nem szeretnék fenyegetőzni. Nem akarok görény lenni, ezt mondom, hogy nem szeretnék görény lenni. Az, hogy tudok-e, az egy másik kérdés, mindenki tud görény lenni, hogyha szeretne. Nem szeretnék. Ez nem van rád, ez most arra, hogy ez nem van rád. Tehát, hogy most ez ennyi nem, abszolút ennyi nem. Ebben, most ez abszolút miért, nem van miért rád. Miért kell? Tehát, abszolút nem van rád. Ebben nem menjünk már el, egy... De ezt Péter is nulladik ponton, amikor én kurvára nem fenyegetőztem, és a Boginak nem mondtam azt, hogy meg fogom fenyegetni. De eszembe se jutott, hogy a Pétert én meg fogom fenyegetni. Én ezt nem tudom. Márknak egyszer mondtam, amikor kurvára kiborultam, hogy felborítom az egészet, vagy felgyújtom, amikor kurvára mérges voltam a Péterre, de nem volt bennem soha az, hogy én görénykedjek, és hogy én szembe menjek ezzel az egésszel, és hogy saját javamra fordítsam azt, amilyen lehetőségeim itt vannak. Ezt nem is akarom hallani, vagy én ezt nem tudom, hogy te zsarolnád a Pétert, vagy nem bírom elképzelni, hogy te és akkor azt mondja Péter, hogy amikor azt mondom neki, figyelj, akkor ezt valahogy intézzük el, azt mondja, jó, el lesz intézni, de mondom, mikor, hogy ne, azt mondja, hogy a választások előtt semmiképp. És akkor elkezdett így játszadozni velem, és mondom, hogy figyelj Péter, én nem szeretném, hogy játszadozzál velem, mert már eleget játszottunk, én nagyon besokaltam, nekem itt elég ennyi volt a játszadozás, és legyünk korrektek, és ha azt mondod, hogy ez meg lesz, akkor az legyen meg, akkor ennek legyen valahol nyoma, akkor írjunk erről, hogy valami legyen. Tehát, hogy az, hogy csak így dobálsz a levegőbe dolgokat, ez nem oké. Jó, és akkor erre azt mondta, hogy ő szeretne békében elválni, úgyhogy egyébként úgyhogy egyébként ezt ilyen őrülettel mondta, hogy szeretne békében elválni, és amúgy is ő a rockstar, tehát mindenki neki hinne. Ő a rockstar, mindenki neki hinne. Amikor még meg sem fordult ez a fejembe, hogy én egyébként, tehát hogy én tényleg bíztam abban, hogy az, amit a Dezső mond, amit a Peti mond, az real. És akkor egyszer csak tudod azt történik, hogy Dezső nem válaszol. Írok, hogy minden rendben? Nem válaszol. Volt, hogy neked is nem válaszolsz. Írok, hogy nem válaszol. És akkor meg én kapom azt meg, hogy nekem úgy sem hinnének, mert ő a rockstar. És tudod, ez így együtt, ez egy kicsit sok nekem. Jó, de én azt... Megérted, nem? De én azt nem azt akár még azt nem bírom elhinni, hogy te rossz ember vagy. Tehát, hogy meg kell oldani, meg kell találni a megoldást, és én azt nem bírom elhinni, te neked anyuka vagy, meg gyerekes. Jövő héten, tehát ugye holnap hétfőn. Én kedden biztos, hogy jövök hozzád. Már az legalább akkor azzal haladjuk. Legyen. Beszélj Péterrel, beszéld át vele, hogy ezt megbeszéltünk, ő ezt ígérte, és akkor ezt az ígéretet váltsa be, és persze ki lehet találni azt, hogy most akkor ennyi, aztán annyi, de az, hogy most hónapunk keresztül 500 000 jön be, az nekem nem oké. Jó, most induljon el, ez legalább megvan. Tehát, hogy az, hogy van valami, az tök jó. Nyilván ebből még mindig nem tudok, de na jó, tehát elmondtam. De legalább megvan, Evi, érted? Most értelek, tehát, hogy most figyelj, én a céget, az, hogy most még egyszer mondom, ő, mint Péter, hogy most ő hogy mit tud megoldani, mit nem, ezt én nem tudom, ez az ő dolga. Én céges oldalról ezt tudom vállalni, ez is az én rizikom lesz, mert nekem kell beküldeni a cégbe egy olyan izét, hogy bérleti díj, vagy valami, nem tudom, így tudjuk megoldani. És én ezt így találtam ki, a hárman tudunk róla, tehát hogy senki más. Tehát a Dezső, a Barnabás meg én. És akkor ezt így tudjuk megoldani. De azt semmiféleképpen nem szeretném, ha ez a dolog elfajulna egy olyan irányba, hogy inkább a megoldáson törekedjünk. Tehát, én is ezt kérem tőletek, hogy megoldásra törekedjünk. Mert az amit mondasz, az és utána csak egy kérdés, hogyha most így ez van köztetek, nem tudom, én csak laikusként kérdezem,
hogy így el van mérgesedve a dolog ezek szerint. Én azt hittem, hogy még ezzel lehet valamit finomítani, hogy mi a garancia arra, hogy te nem beszélsz, majd utána megkapod a pénzt, mi a garancia arra, hogyha Péter nem, tehát hogy mi lesz így ez, meddig megy el, vagy hogy lesz ez, hogyha nem tudom, egy év múlva megszorulsz, akkor, vagy nem tudom, és ki vagy, akkor nem, nincs, nem, ilyen nincs. Ha én most megkapom azt, amit kérek, akkor itt lezártam. És ha nem kapod, meg mit csinálsz? Akkor elgondolkodom azon, hogy milyen lehetőségeim vannak. Hát ez akkor csak rosszat jelent a akkor elgondolkodom, számára. Nem tudom. Nem tudom, én nem szeretnék lehajtott fejjel kisétálni, mert már elég sok méltatlan helyzetbe kerültem a Péter által. De ha nem tudja a cég kifizetni neked egy meg tudjátok oldani, én tudom, hogy meg tudjátok oldani, most mondom, én a Péter nem, azt most... mondta, hogy legrosszabb esetben eladja a részvényt. Hogyha ezt mondta, akkor csinálja meg. Ne csináljon már segget a szájából. Legalább felémnek. Ezt mind értem, csak én most azon vagyok elkeseredve egy kicsit, vagy félek, vagy nem tudom, hogy kezd mondani, hogy látom a szemedbe az, hogy eltökélt vagy, és egyébként én értem a te részedet, csak hogy ez hogy akkor elgondolkozol, az nekem egy olyan dolog, vagy nem tudom, szóval nekem ez azt sugallja, hogy akkor, ha nem kapod meg a pénzed, akkor odabaszol, vagy tönkre, vagy nem tudom, szétbaszol. De mit csinálnál a helyemben? Én nem próbálnék tudod. Beszélgetni, tehát hogy én... Azt csináljuk. Igen, csak hogy... Csak nem, hogy ez, figyelj, ne, szóval ne, én, azt gond, nem én azt gondolom, hogy... Baszni. Figyelj, szerintem, hogyha tényleg a megoldásra törekednétek, akkor nem kezdenétek el azon parázni, hogy mi van, ha nem. Mert akkor a megoldásra törekszem, hogy hát meglegyen nem, az, amit kérek, ez most én, várjál, bocsánat, én most, mintha én kérdeztem. Tehát én már lezárt nagy tekintem, én keddel jövök hozzá. Tehát én, nekem ez ki lehet adva, én csak... Én nem akarok kibaszni veletek, ti nem akartok kibaszni velem, és ez így van rendjén. Szerintem. Jó, csak utána mi a garancia, hogy nem fogsz kibaszni. Tehát, hogy érted, Evi? Tehát most arra, hogy akkor ezt már én már individuum, tehát én kérdezem, sem, már nem mint pénzügyi vezető vagy valami, hanem én kérdezem, hogy mi a garancia utána, hogy egy év múlva, amikor véletlenül... Nekem nem áll ez érdekel, én nem vagyok egy görény, és nekem nem áll érdekel. Jó, de akkor erre mi a garancia? Csak hogy te ugyanígy kérdezed ezen az oldalt, tudod, ugyanezen oldalt kérdezed, akkor mi a te oldaladon a garancia? A szavam. Szeretnél az elfolyónak. Az lett volna, hogy egy csapatban maradsz. Csak nincs semmi baj. Én szerettem volna. Ezt a Péterbe azt tudod. Nem, már az a baj, amit látok, hogy már gyűlölöd a Pétert. Már látom a szemeden, hogy utálod. Nem gyűlölöm, bosszant az, hogy ennyi de utána látom, hogy nem egyszerűen... Utálom. Akkor nem utálom. Jó? Akkor fogalmaz meg, mit látom. Csalódottságot érzek. Igen, szomorúságot. Azt is értem. És dühös vagyok azért, mert nem lehetett vele normálisan beszélni, valójában egyszer sem is. És én ezt, tehát, hogy azt gondolom, nagyon sok ponton követett el hibát. És amit még érzek, az az, hogy egy picit félek, hogy az a bizalom, amit szavaztam neki, és hát én hitelt adtam neki, én úgy hoztam össze az embereket, hogy volt egy vízium. És nem azon vízió mentén látom most őt fejlődni, ami bennem volt akkor. Azt érzem, hogy kell neki egy kontroll, akár általad, Dezső Márk által, tehát hogy kell az, hogy tökös gyerekek legyenek mellette, és megmondják neki, hogyha idióta, vagy hogyha hülye döntést hoz, vagy ha veszélyezteti az egész pártot, vagy ha nagyon, tehát ilyen önkényuralomra tör, és ő nem tud csapatban dolgozni, stb. Nagyon sok ilyen dolog megvan bennünk. És hogyha ez van támogatva, és nincs, nem állnak bele, hogy figyelj Péter, szed már össze magad, vagy hogy figyelj, mit nézd, mit tettél, ez most vegyél 3 nagy levegőt, aludjál egy nagyot, tehát nem is képes megpihenni, szóval neki kell egy nagyon erős támogatás, és valamiféle kontroll, ahhoz, hogy ez az egész jól tudja működni. Viszont azt is látom, hogy nagyon szuper jól meg tudja vezetni, akár a szűk környezetét is.
És nyilván minél hosszabb ideig megy ez az egész, annál jobban kibuknak ezek az ellentmondások. Én félek attól, hogy nem az történik, hogy a csapat és ez a jó értékrend megy át bele, hanem ez a káosz és ez a sunyiság és paranoia megy át a csapatra. Kedvem vagy, itthon vagy valahol, Pesten vagy? Itt. Jó, akkor hívlak, jó? Ne apák meg perpizni, ja, jó? Ja, ja. Merre mész, elvihetlek-e? Cuki, nem, haza sétálok. Haza. Kezdjed el, hogy futottam, amióta nem tudom, 50 éves vagyok, nem tudom, a faszom van velem. Olyan egyre nehezebben mozgok. Sok lelki teher. Nem szabad ez a már majd. Kivácsolatos, amelyik nem ennyire, hogy majd kimegy ez a izé, kimegy ez a fiatalság, hogy utána mi lesz az élsportoló. Az élsportoló? Hát az fiatal. Igen. Hát, rocs. Jó, mondjuk apám amúgy egész jól van ahhoz képest. Tessék? Apám egész jól van. Hát, hogy izé. Válla fáj. Erre jössz, néha? vagy erre jössz? Elférsz? Na, köszönöm. Milyen cuki ez a növény, nem? Mi? Nem, de cuki, nem? Igen, eredeti. Kedden jövök hozzád, jó? Jó, hány körül? Hívlak reggel. Jó, reggel hívsz, mert nekem napközben jó lesz, aztán a gyereket viszem edzésre délután. A PC hétfőhoz, én remélem, kedden hozom neked a pénzt. Jó? Remélem nem lesz soha semmi gond, mert ettől most egy kicsit megijesztettél. Tényleg ettől nagy baj legyen. Mert... Nem szeretnélek ijeszkedni, csak nem tudom, beszél Péterrel akkor. Jó, beszélek, csak szóval... nem akarom, hogy ez elfajuljon meg egy ekkora csodás dolgot így véletlenül, így nem tudom, picit ez miatt így aggódom. Ne legyen. Tessék? Ne legyen baj. Úgy félek tőled, hogy berágsz valamin, vagy nem tudom, és akkor így nem tudom. Azért szerintem azt tudod, hogy én jó fejvők alapvetően. Tessék? Azt tudod, hogy jó fejvők alapvetően. Nekem ezért nehéz ez a diszonancia. Hát én ezzel vagyok itt bajban, hogy nem értem ezt a diszonanciát. Csak most már úgy elegem van kicsit ebből, hogyha hülyének néznek, tudom. Most már 35 leszek én is. Van egy gyerekem, most sok mindent beáldoztam az elmúlt időszakban, és most már egy elképzelésem a jóról, és ez az egész, ettől az egész őrülettől függetlenül, hogy nekem ez nem kell, ez... Én szeretnék, tudod, kicsit chillben elvonulni. Tudod, elmondtam neked, hogy én tök jól el vagyok a rollerrel is. Veszek egy robogót, el vagyok, nem kell nekem palota, semmi. Tök chillben el vagyok. Tudom, hogy mi az én értékem, tudom, hogy a gyerekemnek mit szeretnék átadni. Értem. Jó? Ígérem. Jó van. Csókollak. Köszönöm. Én is.